A mérésekről már számos előadás során hallottunk, és amit meg lehet mérni, azt mérjük meg. Ezt a mottót én is mindig magaménak vallottam, és mindig bíztattam rá kollégáimat is, hogy mérjünk és mérjünk minél többet. A legnehezebb méréseket mindig Kovács Ferenc kollégám kapta, mert tudtam, hogy mindig alaposan és profi módon oldja meg, így az elmúlt időszak méréseiről fogunk tőle egy előadást hallani. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Kovács Ferenc vagyok, a Villamos Infrastruktúra Főmérnökség áramellátási szakszolgálatának a munkatársa. Hát köszönöm a főnökömnek a megtisztelő bevezetőjét. Az előadásomban ugye a cím alapján a kafjárművekkel kapcsolatos mérések, kihívások és vizsgálatok szerepelnek, de egy picit majd régebbre is vissza fogok tekinteni az előadásnak az elején, mert olyan ismétlődő problémák is jelentkeztek a kafjárművek érkezése után, amelyekkel mi már korábban is találkoztunk. Így az előadásom elején, és közben lapozok, előadásom elején visszatekintenék egy picit a 2000-es évekre. 2000-es évek első felében a BKV viszonylag nagy mennyiségű TV 6000-es jármű beszerzésében volt érdekelt. Majd később, ugye 2006-ban érkeztek a kombinó járművek, ugye az egyik egy használt járműpark volt, a másik pedig egy vadonatúj. Ezután majd rátérek a kafjárművekre konkrétan, és az itt felmerült problémákra, amelyek egy kicsit ismétlődő jelleget is tudnak majd mutatni. Védelmi beállítási problémák, egy-két speciális mérés, a járműnek az alacsony feszültség tűrésével kapcsolatos szimulációs mérések, illetőleg az előadás végén majd olyan mérések, amelyek azt célozzák, hogy hát bizony fel nem újított és eléggé ma már nem annyira korszerű vonalakon is van igénye a kafjárművek közlekedtetésére, és ezzel kapcsolatos hát mérések dömpingét kellett elvégeznünk, erről is majd mutatnék egy pár képet. Akkor kezdeném a TV 6000-es járművel. Ugye 2000-es évek első felében érkezett viszonylag nagy mennyiség, több járműtelepre kerültek ezek elhelyezésre. A legnagyobb mennyiségben a Száva járműtelepen tárolódnak, és ebben az időben tapasztaltunk egy olyan jelenséget, először, mert egészen odáig ez a jelenség, ez az éjszakai úgynevezett tárolási időszakban történt túlterhelés, ez számunkra viszonylag ismeretlen jelenség volt. A Száva járműtelepen okoztak ezek először problémát számunkra. Láthatóak a mérési eredményeink, bár ezek nem a 2000-es évek elejé mérések, de a 2012-es az körülbelül megegyezik az első TV 6000-es járműpark érkezésekor tapasztaltakkal. Aztán látható egy 2016-os görbe, és látható a piros, ami egy napjainkat jellemző hideg, ezt hozzáteszem, hideg téli éjszakákra vonatkozó éjszakai terhelési görbe. Azért ez jelentős probléma, mert ezek tartós terhelések, ezek nem pillanatnyi csúcsáramok, hanem ezek tartósak, tehát a járművek beérkezése után az áram által kitóban a műszereket néző beáll az ampermérő 2000-2500 amperre, és reggeli ott tartózkodik. Szóval ez tartós terheléssel a hálózat elemét jelentősen igénybe tudja venni. Miért is volt ez igazán probléma nekünk akkor? A BKV járműtelepein valamikor jellemzően 800 amperes terhelhetőségű megszakítókat alkalmaztak. Későbbiekben, amikor ezek szépen tönkrementek, elhasználódtak, nagyon jó megoldásnak látszott a korszerű UR6-os, 1000 amperes terhetőségű, távvezérelhető, precíz túláram kioldóval rendelkező megszakítók alkalmazása. De ugye látható, hogy ezek a terhelő áramok, ezek egy kicsit többet kívánnak, úgyhogy ezek a megszakítók, ezek ezt a terhelést már nem tudták elviselni. Következőképpen láthatjuk, hogy mi lett az eredmény. Hideg téli éjszakákon a főérintkező és a hozzájuk kapcsolódó túláramkioldó szerkezetek jelentősen túlmelegedtek, úgyhogy ezeknek a megszakítóknak a cseréjéről nagyon sürgősen gondoskodni kellett. És a hozzájuk tartozó ugye áramellátó rendszerekről egyaránt. Ugye ez egy viszonylag hosszú, több éves küzdelem volt a Száva telep esetében. Ugyanitt láthatunk túlterhelődött kábelt, mínusz 10 fokos éjszakán, egy kültéri szekrényben
készült felvétel. Most ugrok, aztán majd vissza fogok még kanyarodni erre a területre. 2006-ban érkeznek a kombinójárművek. Itt az áramellátás tekintetében sokkal jelentősebb előkészületek zajlottak. Ugye új jármű, a Hungária járműtelep teljes rekonstrukciója, áramellátási szempontból is kifejezetten jól előkészített projekt volt. Számítottak arra, hogy ezek a járművek segédüzemi szempontból, tehát a tárolási időszakot tekintve jóval nagyobb áramfelvételt fognak majd igényelni. Emiatt a járműtelepen a teljes áramellátást több szektorra bontva oldották meg, és a kábelhálózat és az áramellátó hálózat elemei is ennek megfelelően lettek kialakítva. A baloldali képen láthatjuk a kombinó járműnek a segédüzemi áramfelvételét, ezt a Sportutcában rögzítettük egyszer. A különböző fogyasztók fokozatos bekapcsolása után látható, hogy a jármű teljes segédüzemi áramfelvétele az 110 amper körül látható. Ezt azért érdemes most így megjegyezni, és akkor majd erkésőbb még vissza fogok térni, vagy vissza fogok utalni. A Hungária kocsiszínben ugye egy hideg éjszaka, mínusz 8 fok, ott felül látható a hőmérsékleti adat. Körülbelül így alakul egy 24 órás teljes nap. Látható, hogy az éjszakai tárolási időszakban a tartós terhelő áramok a 2000 amperes nagyságot elérik. És akkor elérkezünk a KAF járművekhez. 2015 környékén érkeznek az első járművek. Ugye ebben az időszakban zajlanak komoly rekonstrukciók, 1-es, 3-as fonódóvonalak, illetőleg 1-2 vonal rekonstrukciója már előzőleg megtörtént. Ezeken a vonalakon viszonylag jó tapasztalatokkal ezek a járművek be is indulnak, megindul a közlekedtetésük. Egy kocsiszín, a Budafok kocsiszín, ahova a legtöbb KAF jármű elhelyezése történik, ez teljes átépítést kap. A kocsiszín gyakorlatilag egy, mondhatjuk, egy új kocsiszínné alakul. A terhetőség, figyelembe véve már a Hungáriában szerzett tapasztalatokat, tervezők az ottani tapasztalatok alapján tervezik meg. Ugyanúgy több szektorra bontják a telep áramellátását, úgyhogy ugye az előtervek alapján úgy tűnt, hogy ott semmi probléma a későbbiekben majd nem lesz. Ezt a mérést talán sokan ismerik, a jármű megérkezésekor nagyon fontos paraméter volt az energiahatékonyság. Ennek a vizsgálatát, mérését a TÜV végezte. Mi ebbe ott vettünk részt, hogy hát ahhoz, hogy ez a jármű ennyire kiváló paramétereket tudjon teljesíteni, nekünk egy olyan helyzetet kellett létrehoznunk, egy olyan hálózaton, és olyan fogyasztók bekapcsolásával, hogy ez valóban bizonyítható legyen, hogy ennyire hatékony a jármű. Látható, hogy a visszatáplált áramok csúcsértékei nagyobbak, mint a felvett áram értékek, de nyilván ezt nem a kamaraerdőben mértük. Ezt csak azért mutatom, hogy a mérés idején mi is résen voltunk. A jegyzőkönyv elkészítése előtt már tisztában voltunk a jármű képességeivel. Elkészül a Budafok kocsiszín. 2018-ban már üzemel. Egy szeptemberi napon, igaz, hogy a hőmérséklet még nem mínusz 8, csak 6 fok, ellenőriztük a járműtelep terhelését. A különböző színekkel a négy telepi szektornak a terhelése látható. Összesítve az áram átalakítóból felvett energia. Hát látható, hogy itt még a 700 amperes értékek alakulnak ki maximum. Tehát első ránézése minden a lehető legnagyobb rendben. Elérkeztünk 2018. december 11-éig. Itt viszont belefutottunk egy kiadós üzemzavarba. Ezt a képet a távvezérlőrendszer adataiból gyűjtöttük le. Látható, hogy a terhelő áramok a közel 2000 amperes tartományba érkeznek, és hát rengeteg lekapcsolás történik, amit a védelmi berendezések okoztak. Megvizsgáltuk a helyzetet, és a védelmek korrekciójával a rendszer terhetőségének a határáig, de még a biztonságon belül módosítottuk a beállításokat. Egy álló éven keresztül minden ismét a legnagyobb rendben, majd elérkeztünk 2019. december 30-áig, ismételten egy éjszakai üzemzavarba futottunk bele. Látható, hogy az áramterhelés tovább nő.
elértük a 2600-as amperes tartós értékeket. Ez már az a határérték, amit egy UR26-os megszakítón végtelen ideig azért, hát illetve elvileg a 2600-at végtelen ideig igen, de meghaladó értékeket már nem szabad megengedni. Mi is történt itt valójában? Fölvettük a kaffjármű, ez a rövid 3x5-ös kaffjármű, rögzítettük a kaffjármű segédüzem áramfelvételnek az alakulását. Fogyasztók fokozatos bekapcsolásával látható, hogy egy 110 amperes maximális segédüzem árammal rendelkezik a jármű. Ugyanezt megvizsgáltuk a hosszú 3x9-es típusnál is, itt pedig 186 amper a csúcsérték. Álló helyzetben minden segédüzemi fogyasztó bekapcsolásával. És hát egy kis összegző táblázat, ugye a tervezés, amikor a járműtelep terhetőségét tervezték, figyelembe vették a Hungária járműtelepen szerzett tapasztalatokat, viszont még nem volt ismert a KAF. Tehát még a járműtender olyan szakaszban volt, hogy még csak új járműről lehetett beszélni, és ugye a fogyasztás szempontjából a kombinó volt az alap, ugye a 110 amper, amit mutattam a legelején, és ennek figyelembe vételével, illetve a tervezett járművek típusának és áramfeltek figyelembe vételével, hát az érték adódott, hogy hát itt tulajdonképpen minden rendben van a terhetőséggel kapcsolatban. A második oszlopban már egy 2020-as állapot látható, ugye ott már korlátokat kellett bevezetni, mert az a piros számérték az már nem volt biztosítható, illetve a jelenlegi állapot szerint meg végképp nem. A megoldás két irányba történhetett volna, végeredményben egy irányba indult el. Ez egy jelenlegi mérési érték, nagyon friss, március 14-én készült, mínusz 2 fokos éjszaka. A kaffjárművek maximális darabszámmal találhatók a járműtelepen. A járművek fogyasztásának a visszafogása történt. Gyakorlatilag a jármű szoftveresen, hőmérséklet szabályozása szoftveresen szabályozható, és jelenleg ez van jelentős korlátozás alatt. Így gyakorlatilag túlterhelési problémáink jelen pillanatban nincsenek, de azért nem nyugodhatunk meg teljesen. Kollégáim segítségével azért monitoroztuk itt egész télen a helyzetet, és látható a táblázatban különböző lágazó cellák és az áramáttakító irányából nézve a terhetőségeket és a különböző hőmérsékleti viszonyokat éjszakánként. Ezt egészen mínusz 12-ig sikerült megmérnünk, az utolsó az már csak egy ebből következtetés. Tehát látható az, hogy minél hidegebb éjszakák alakulnak, annál nagyobb áramfelvétel alakul ki a telepen, és annál inkább túlterhelődik a telepi hálózat. Tehát továbbiakban még valamilyen intézkedés majd szükséges lesz. A járművek sajátosságai ezt sajnos megkívánják. A mínusz 15 fokos éjszakán már látszik, ahol sárga színnel jelöltük, ott már nagyon megközelítjük a terhetőségi határértékeket, illetőleg a piros színnel jelölt eseteknél már túllépés látható. Ugyanezt vizsgáltuk a teljes telepi hálózatra kivetítve is, és ugyanúgy hát itt minden áramellátási szakaszban a vezetékeket külön-külön feltüntetve, és ott is sárgával és pirossal jelöltük azokat a helyeket, ahol hát ugye a hidegebb éjszakákon már kritikus állapotok alakulhatnak ki. Ennyit a kocsiszíni túlterhelődésekről. Védelmi anomáliák. Itt látható az alsó, ez szintén a járműtelepen lett rögzítve, de ahol a kaffjárműek megjelentek a vonalakon, nagyon sokszor tapasztaltuk ezeket a kis tűszerű tüskéket az áram jellegébe, és nagyon sokáig nem tudtuk, hogy pontosan mi okozza ezt a jelenséget. Még nem a Budafok járműtelepen a járműszakos kollégákkal összefogva, aztán utána jártunk ennek a történetnek. Ez a felvétel, ez hát első ránézését szerintem több kolléga foglalkozik védelmekkel. Én azt gondolom, hogy kapásból egy zárlati jelenségnek látszik. 300 amper per milliszekundumos meredekséggel emelkedik az áram, a deltai 1600 pillanatok alatt eléri, védelem azonnal működésbe lendül, de nem zárlat. Tehát ez volt az érdekes benne. A mosóvágány és a közvetlen közelébe lévő szektor közötti áthaladáskor keletkezett ez a jelenség.
Hát összefogtunk, és egy járművet oda-vissza mozgattunk a szektorba való behaladáskor. Ugye azt tudni kell, hogy a mosóvágány mégiscsak vizes technológia. A vizes technológia miatt a védelmek azért kellő szigorúsággal voltak beállítva. Egy jármű tud behaladni, vagy illetőleg begurulni, tehát senki nem számít ilyen jelenségekre. Tehát a védelem azért nem véletlen oldott. A járművet szándékosan menetárammal való áthaladásra kényszerítettük, minden különböző sebességekkel, különböző árammal. Próbáljuk provokálni azt, hogy most a jármű vezetőkkel van a probléma, vagy felső vezetékkel, lofelagyúriek is ott voltak a helyszínen. Felső vezetékkel van probléma, és a legvégén azt tapasztaltuk, hogy ez a jelenség akkor jön, amikor a járművezető teljesen szabályosan halad át a szakaszszigetelő alatt, visszaszabályozza, szinte üres járásba átgurul. És akkor jön. A valódi ok az a járműben található. Ugye nem, ez már nem a mi kompetenciánk ennek a további vizsgálata. A járműszakos kollégákkal is beszélgettem erről a kérdésről. Ismerik ők is azért ezt a problémakört. Nekünk amit tennünk lehetett, az, hogy a védelmeinket úgy kellett beállítani, hogy erre a jelenségre kvázi vakká tettük a védelmet. Természetesen a biztonságos, az állatvédelmi funkciók megtartása mellett. Ez egy speciális mérés volt, ezt a főmérnök úr kérésére végeztük annak idején. A rendszerben nagyon sok, főleg a párhuzamos táprendszerünkben, de egyre nagyobb igény merült fel a forgalom részéről is az árammal járható szakaszszigetelők alkalmazására. Ez minden esetben egy külön problémakör, hogy mi van akkor, ha egy tápszakaszban munkavégzés zajlik, rövidre zárják a felső vezetéket, ugyanakkor egy jármű mégis behalad valamilyen okból kifolyólag a tápszakaszba, rövidre zárja a szakaszszigetelőt, és akkor ott ugye a földelőre igencsak szükség van, az állati jelenség keletkezik. Ez ennek egy speciálisabb verziója volt. Itt azt vizsgáltuk, hogy mi van akkor, ha rekuperációs üzemmódban egy ugyanilyen tápszakaszba ráfut a jármű. Hogy a jármű, mi történik a járművel, mi történik a földelővel, az ott dolgozó emberekkel. Több járművel történt a teszt. Itt gyakorlatilag látszik egy 0-25 millisekundum, tehát nagy, borzalmas rövid időtartomány ezeken a görbéken. A piros gör, ja, bocsánat, a mérést azt úgy végeztük, hogy egy földelő rövidre záró és vele sorba kötve egy mérősönt, aztán mérőműszerek, és rögzítettük a jelenségeket, amint a járművek produkálták ezt a jelenséget. A piros görbe a kafnak a jeleggörbéje, a másik kettő az kombinó. Gyakorlatilag a tapasztalat az nagyon pozitív, a járművek jól reagáltak, egyik jármű sem ment tönkre, nagyon gyorsan leszabályoztak, a földelők a helyükön maradtak, tehát úgymond az a félelem, amitől mi tartottunk, az nem igazolódott, hála Istennek. Azt annyit csöndbe hozzátennék, hogy voltak régi járművek is, akik részt vettek ebbe a kísérletbe, ott sajnos volt, amelyiket vontatóval kellett elhúzni. Ezt a térképet azért tettem ki, mert a következő mérés sorozatnak a, hát úgymond a kiindulási pontja volt. A KAF járművek feszültségérzékenységére kellett valamit kitalálni, hogy valamilyen körülmények között vizsgáljuk meg, mérjük meg. Hát hol is mérjük meg? Ez azért érdekes, mert a pirossal jelölt pályahálózati szakaszok azok, ahol egyáltalán a KAF jármű behajthat. Közlekedhet, vagy egyáltalán bemehet. A feketével jelölt részekre be sem mehet. Hát számunkra meg pont azok a területek lettek volna leginkább érdekesek, ahol mi feketével jelölt, mert ott vannak olyan viszonyaink sajnos, ahol tényleg a feszültséges és jelentősebb mértékű, de hát ott nem vizsgálódhattunk, úgyhogy más kellett kitalálni. Helyette a legjobb hálózatunkat választottuk, mert ott tudtuk azt a szimulált környezetet kialakítani, hogy a feszültséges és jelentős mértékű legyen, ugyanakkor biztonsággal, a védelmek biztonságos beállítása mellett el tudjunk végezni egy tesztet. A szimulációs helyszín az a 17-20-as tápszakasz Vörösvári úti rész, ott fölül látható, és a táplálást 11 kilométerre távolabbról a Népliget áram által kitóból, majd később a Ferenc áram által kitóból biztosítottuk. Kapcsolás technikailag egyszerűsítve így nézett ki. A jobboldali 5 áram által a kitó kikapcsolt állapotban volt, a hosszanti összekötők bekapcsolásra kerültek. Feszültséget a legvégén, a 17-20-asba rögzítettük, a vonal végén és a elején, illetőleg a betáplálási pontnál rögzítettük az áramot és a feszültséget. Egy villamos gyorsítás,
17-20-as szakaszban a kaffjármű feszültség 500 voltra esik, különösebb problémát ez még nem okozott. Itt viszont már három jármű gyorsít, vagy szeretett volna gyorsítani. A feszültség jelentősen letörik, és látszik a jelenségből, hogy hát nagyobb áramot már nem tudnak a járművek fölvenni. Ugyanakkor a jármű szabályzók intenzív működésben vannak, tehát reagálnak erre a helyzetre. Kinagyítva a legrosszabbat, az egyik legrosszabbat. Tulajdonképpen a vizsgálatokból, tehát négy járművet összesen részt a kísérletben, az állapítható meg, és ezt ugye jármű műszakos kollégákkal egyeztetve is tudom mondani, hogy a hajtásvezérlés szempontjából a kaffjármű esetén a 450 volt az egy kritikus pont. Az egy kritikus pont, az látszik a feszültség jelenségből is, tehát ott valahol 450 volt alatt elkezd a hajtásvezérlés intenzíven dolgozni, a jármű elkezd rángatni, tehát bizonytalanná válik maga a rendszer. Ez a másik kritikus pont, ez pedig a segédüzemi inverter a járműnek, itt pedig egy 400 voltos kritikus érték került meghatározását, illetve a mérések alapján. Ezen is lehet látni, gyakorlatilag a segédüzemi rendszerek leállnak ez alatt a feszültségszint alatt. És a végére maradt hát egy óriási mérési dömping. Felmerült az igény arra, hogy ugye olyan vonalakon is történjen meg a jármű közlekedtetés, ahol még ugye komolyabb rekonstrukciók nem voltak. Ugye az előbbi ismervek után azért alaposan meg kellett vizsgálni ezeket a vonalakat, hogy egyáltalán lehet-e, nem lehet-e, vagy milyen feltételekkel, vagy valamilyen fokozatos módon bevezetni. Ezek a 14-es, 69-es és a 24-es vonalak voltak. Elég nagy mennyiségű mérést kellett elvégeznünk. Azt is kell mondanom, hogy rekordidő alatt, tehát igazából nem is a mérési feladat, hanem inkább az idő és a feladatok mennyisége az, ami sok volt. Hát mit használtunk? Használtuk a mérővillamost, amikor rendelkezésre állt. Amikor nem állt rendelkezésre, akkor egyéb járművekkel, saját eszközeinkkel felszerelve róttuk a vonalakat. Mértük a tápszakaszok terhelhetőségét folyamatosan. Ebben nagyon nagy segítségünk volt a beépített mezővezérlő berendezések, úgyhogy örömmel hallgattam a Citras MDC-ről szóló előadást. És hát ahol nem rendelkezünk ilyen, ott pedig folyamatosan egyesével telepített mérőeszközökkel mértünk. 14-es villamosvonal, 13 tápszakaszt kellett így egyenként vizsgálni. A napi terhelési diagramma egy tápszakasznak, alul a negyedórás terhelési diagramok, a napi terhelés alapján pedig vizsgálnunk kellett a hálózat minden egyes elemét, hogy a terhetőségek és az igények alapján itt milyen, mi várható a KOF szempontjából. A mérővillamossal vagy egyéb villamossal pedig hát róttuk a köröket csúcsidőbe, és regisztráltuk azokat a pontokat, próbáltuk keresni azokat a gyenge pontokat, ahol probléma lehet az alacsony feszültség a kaffjármű esetén. És ezeket egyenként GPS koordinátákkal azonosítva kijelöltük, megkerestük minden egyes pontot, így egyenként kiemelve az adatokat. Majd a legvégén a teljes vonalba piros pontokkal megjelölve azokat a helyeket, ahol valamilyen áramellátási beavatkozásra szükség van. Legyen az szívópont, tihiba, legyen az táppont, legyen az valamilyen kábelkeresztmetszeti probléma, összekötő táppont, vagy számtalan egyéb is még lehet. Hát most már csak pörgetem, 69-es vonalon 7 darab tápszakasz, ugyanezek a mérések. Látszik ugye, hogy 433 volt, azért az elég kritikus. Ugyanúgy bejelölve a hibahelyek a vonalon. 24-esen szintén 7 darab tápszakasz, végig több körbe mérések a vonalon. Ugyanúgy kritikus pontok kijelölése, majd a szakasztérképen megmutatva ezt. És akkor legvégére már ezt csak kivetítem, ezeket az ábrákat annak idején a kollégáim készítették. Ugye a kaffjárművek az 50-es és az 56-os villamos vonalon is bevezetésre fognak kerülni. Itt viszont az örömteli, hogy várhatóak jelentős áramellátási rekonstrukciók. Ez az 50-es vonalnak egy kapcsolási, tervezett kapcsolási vázlata.
erről már készültek részletesebb tervek is, de ez volt az indító anyag. Itt meg fognak újulni az áramátalakítók, meg fognak újulni a kábelek, kábelszekrények, felsővezetékhálózat, légkábelek, tehát egy sokkal-sokkal ideálisabb helyzet fog reményeink szerint előállni, ami a járművek biztonságos üzemeltetését lehetővé teszi. Ugyanez várható az 56-oson is, ugyanez a vázlat, műszaki tartalom hasonló, ami várható majd, mint a 50-es esetén. És akkor még egy érdekesség, 56-os, Citiri alkalmazás. Ezt azért mutatom csak, mert nagyon jól lehet monitorozni a járművek elhelyezkedését, mozgását a vonalon. Tehát egy adott tápszakaszban éppen mennyi jármű helyezkedik el, mennyi gyorsít, mennyi megy, mennyi áll, összesen egyetem mennyi tud előfordulni a nap folyamán véletlenszerűen. Ez azért nagyon jó, mert későbbiekben ezt egy szimulációban ezeket az adatokat azért elég jobb be lehet emelni. Ez a 56-os vonal Hűvösvölgyi szakaszának a leendő helyettesítő képe. Ezek az adatok oda behelyettesíthetőek, és akkor gyakorlatilag láthatjuk, hogy a legrosszabb verziót is figyelembe véve azért itt elég masszív feszültségviszonyok fognak kialakulni. Tehát a járművek közlekedtetése valószínűleg nem fog különösebb akadályokba ütközni. Hát így a nap végére én röviden köszönöm mindenkinek a figyelmet. Ennyit szerettem volna összefoglalni. Köszönöm.